Halló, halló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Most egy spéci kis videót hozok, aminek az elejéhez vagy 2-3 perc saját történeteket is mondok. Azt mondja, hogy alaptalan védelmi pénzek, kifizeted vagy ideg bajt kapsz, kb. Ennyit lehet csinálni. És akkor nézzük is itt, miket szedtem össze hozzá. Első körben, vagy 8 éve gödöllői közműszámlával jártam, úgyhogy akkor is már így, hát ez is mennyi számla van. Most úgy döntöttem, dobom ki őket a picsába, már úgyis elektronikusan fizetem be, ott el van mentve minden számla, már nem kell ezt őrizgetni. Úgyhogy annyi van, mint a fene, és akkor ez egyszer jött jól egész életemben, jött volna jól, csak hát hogy működik a rendszer, hogy valami nem is tudom, közműszolgáltató, hogy most fűtés volt, vagy mindegy, az már tök mindegy. Valahogy szolgáltatót cseréltek, a kormányhaver céget lecserélték egy másik kormányhaver cégre. És akkor hát mondom, már kétszer fizettem ki ugyanazt, de már még harmadszor is, vagy hogy volt, ki akarták fizettetni ugyanannyiak a hónapnak mondjuk a fűtés díját. Na akkor mondom, jaj, de jó, hogy gyűjtöm 1000 éve a számlákat, bementem a reklamálni, mondom, na hát akkor nehogy már, hát már kétszer, itt az a számlán, hogy már kétszer kivizettem ezt a hónapot, nehogy már még harmadszor is el akarják kérni. De hát a vége ugyebár mi lett? Hát nekik van igazuk, mert hát a jogászok, meg a politika, meg a nehára, nekik van igazuk, hát fizessem ki. Hát ők nem tudja, a jobb kéz mit csinál a bal, egyik cég mit csinált a bal, hát akkor fizessem ki kétszer-háromszor ugyanazt. Nekik van igazuk, elmennek a fenébe, jó. Másik sztori, Ferinél is, haveromnál is bepróbálkoztak, ott is volt ilyen tartozás, meg ilyesmi, és amikor már rég elévült, még utána, még rá 2-3 évre is próbálkoztak küldözgetni a leveleket, hogy hát de tartozása van, meg fizesse meg, stb. Még az ügyvéd is volt neki, hogy hát ez nehogy befizesse, mert hát ez rég elévült dolgok, meg ilyenek, úgyhogy bepróbálkoznak, főleg is a nagyobb gond az van, amikor ilyen kis pénzeket, ilyen 5000 forintokat, meg ilyeneket lopnak le az emberről. A mostani nap, pont most jött a nap, most kiküldte ez is Nemzeti Adó és Vámhivatal. 5341 forint lejárt befizetési határidejű tartozása van. Befizettem nekik, mert más nem lehet csinálni. Ja, nem is volt kedvük onnan, hogy próbáltam ugye már első körben kapcsolatot felvenni, itt írják, hát mondom, nincs mindent, hát én csinálom az adózós videót, hogy kell kriptóról adózni, meg minden be van évek óta fizetve, ne vicceljünk már. És akkor írják, hogy a 18-19-es NAV info vonalon készséggel állunk rendelkezésére, a kettes menüpontban intézheti adószámlával kapcsolatos ügyeit, és akkor itt van a papíron az iktatószám, az ügyszám, az azonosítószám, de írják, hogy a kettes menüpontban csak akkor fognak velem beszélgetni, hogyha az ügyfélazonosítószám szükséges, ami a teladatlapon igényelhet még egy 28.000. Számot kell. Tehát onnan felhívom őket, hogy beszéljek már velük, hogy nincs tartozásom, mert már rég befizettem mindent. Mi az 5000 forint, de fel se lehet hívni, mert mondja, adja meg a 28.000. Azonosítót, adja meg a 28.000. Azonosítót, adja meg a 28.000. Azonosítót, nem adta meg a 28.000. azonosítót, további szép napot. Így lehet a NAV-val beszélgetni. Ekkora mocskos undorítóságban az egésznél befizettem a picsába, nem lehet ezekkel mit kezdeni. És akkor néha pont a héten néztem, pont e körül a napokban néztem ezt a videót a 10-es listától, terrorista 167-es IQ-val, a matematika professzor, aki bombákat robbantott. Hogy már intelligens emberek, akik látják, hogy kibaszottul át vannak verve a rendszer által, nincs értelme a rendszernek, csak szerébe fölöslegesen ezekre a védelmi pénzeket, meg ilyenek, azok néha már tetlegességig fajulnak, és akkor már meg is támadják a rendszert. Hát itt nem közműpénzről, itt másról volt szó, ennél a matematika professzornál, ez is érdekes egynek, de a végén meg kijutunk oda, hogy eszeveszett mesék, eszméletlen jó film, mindenkinek ajánlom, most vissza kellett vennem a 10 pontot 9-re, csak azért, mert ez világnagy film, de 10 pontot én csak arra adok, ami a boldogságra, meg az élet értelmére tanítja a népet. Ebben meg a 9 pontokat arra adom, amiben a rendszert meg a kormány mutatják be, hogy mennyire mocsok az egész, de az nem lehet 10 pontos, mert hát ez nem mutatja meg, hogy lehet rendbe tenni. Csak a rossz részét mutatja meg. Úgyhogy akkor ennyi, én ezzel zárom is itt a mondandómat, ezt már fel... Jaj, még egy dolog. Mert ez nagyon érdekes, ha valaki videókat töltözget fel, már vagy nem tudom, egy órája próbálgatom, vagy 8-féle verzióba próbáltam feltölteni. Az elején írta, hogy az első 3 perc, meg kiváltam, vagy ilyen 7-8 percet a filmből, külön részletekben, első 3 percet többször is írta, hogy az nem jó, az tilos, azt Magyarországon se lehet bemutatni, semmilyen részt nem lehet bemutatni. Utána kivágtam 4 külön részbe, ilyen 1-2 perces részekbe, akkor kiírta erre a 4 része 4-szer, hogy hát ez is még azért, ez is még szerző jog által védett, de ezt azért már be lehet mutatni, Magyarországon nincs letiltva. És akkor utána a legérdekesebb, hogy az 1-2-3-4-et, amire mindegyikre kiírta, hogy jó, hát bevételt nem kaphatsz érte, de azért nem tiltjuk, azért megmutathatod az embereknek. Amikor összemörzsöltem, összemostam egy videóba ezt a 4 videót, azt meg kitette úgy, hogy ellenőrzés pipa, semmit nem találtunk, minden rendben van, nyugodtan nem találtunk problémát, így meg akkor feltölthetem. Úgyhogy nagyon furcsa az egész, de mindegy, és akkor tehát most zárom a mondandómat, ez volt hát nem 2-3 percet, lehet, hogy lett vagy 5 is, de akkor most meg ezt a 6 perc 56-ot, ezt bevágom majd utána, és akkor utána teszem ki az egész videót.
Úgyhogy ennyit erről, ez már most nagyon-nagyon kikívánkozott belőlem, hogy erről is beszéljek egy kicsit, hogy mik vannak itt, és akkor mi volt? Jó, igen, alaptalan védelmi pénzek, mindjárt jön a videó, további szép napot mindenkinek, sziasztok!